9-es rajtszámmal a nem is olyan régen emlegetett Skoda Motorsport egyik jelenlegi szeme, fénye és éke a dobogón, ugyanis Bújdos Miklós és Milcsevis Lóránt, a Ryan Racing Motorsport SE versenyzői egy Skoda Fabia Super 2000-essel érkeztek ide a dobogóra. Tudni kell az autóról, hogy jelen pillanatban ez a rally egyik csúcsgépe, a király kategória egyik képviselője, a Super 2000-es autó, amivel az egykori kedvenc VRC-ket lehet próbálni megszorongatni. Azt is tudni kell Bújdos Mikiékről, hogy az elmúlt években, illetve az elmúlt versenyeken Mitsubishi versenyeztek, de szerették volna kipróbálni ezt a
kapott búzos futós és műtőnök, lórádozó Gyuroci érkezett a célba, akik a kettes géposztályban a negyedik helyen fejezik be a küzdelmet. Kérem, hogy a közönséget a sportszerű, hogy tapsot ők is megérdemlik, hiszen éppen csak lecsúsztak a dobogóról. Miki, neked, illetve nektek ez egy különleges verseny volt, hiszen nem ezzel az autóval versenyeztetek eddig. Úgy gondolom, hogy egy ilyen csúcskategóriás autóból ülni, bármilyen versenyzőről is legyen szó, minden esetben egy külön ünnep. Napközben többször találkoztunk, úgy tudod, hogy Füligér a szád. Akkor nem volt egy rossz választás. Jó választás volt, egy élmény volt vezetni. Nehéz megszokni az autót, de így kezdtünk, úgy van, hogy sikerült is. Mennyire lett komoly a fertőzés, lesz a folytatása ennek a felállásnak? Nagyon szeretném, ha lenne, és jövő jövőre ezzel az autóval, de egy hasonló van. Köszönöm és gratulálom nektek is a verseny sikeres teljesítéséhez. Gondos Röki és Vőtő és Lóci Lanta, Skoda Super 2000, géposztály 4. helyéről.